I thought you put me in rapture. I never asked you to dump her. Szerencsén nálunk azért elég nagy volt a terméskorlátozás, és így azért, ami megmaradt szőlő, viszonylag még egy tűrhető minőséget tudtunk belőle előállítani, de sajnálatos módon a mennyiség, az katasztrofális, körülbelül a sok évi átlagnak egy ötöde lett a termés mennyiség. Az idén is a furmintban van és a riszlingekben, én ezt a kettő fajtát látom, ami tűnik a borvidéken megtalálta a helyét még egy ilyen nehéz évjáratban is. Elsősorban így gyakorlatilag egy gyümölcsösség, ami várható a bólból, és egy szép komplexitást ad a bornak mindösszességében. Én ettől a bortól várok legtöbbet ebben az évjáratban. Talán ez a gyümölcsösség megjelenik egy jó komplexitásban, ami teljes egész bort fog adni. Hát ez az év azért azt hozta, hogy a borásznak elő kell sok mindent, technikát szednie, amit nem bizony sokan megmertek kockáztatni, mondjuk egy juhartnál, túl minden, és olasz ízlénk egy részén, amik almasabb mondást is végeztem, mert nyersen úgy értékeltem az új borokat, hogy nagyon nehéz lenne abból egy egész jó bort készíteni, hogyha ezt nem csinálnák vele meg. A 10-es évjárat az egy hűvös és nagyon csapadékos, és ennek ellenére az ember, mikor esett az eső, meg hűvös volt, egy picit pánikol, de most itt kóstolva a vendégekkel kiderült, hogy egy nagyon szép, ropogós, élénk, savú, szép bor született itt az összes soblói gazdán. Ez abszolút így van. Amit szeretnék mondani, egyetlen egy baj volt, hogy keveset tudtunk behozni bolyban, és ezt a minőséget, amit csináltunk, ezt abszolút tudunk vállalni. Ez az évjárat bizony ugyanúgy vállalható, mint az eddigi összes többi, és ugyan másféle borokunknak készülni, mint egy 6-os, 7-es, 8-as, 9-es évjáratban, de ez a másság, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy szégyelnünk kellene ezeket a borokat. I've been fooled.